Öt célkitűzésünk volt a magyar borkultúra javítása, az idegenforgalom, ezen belül is a falusi turizmus, a környezetvédelem, a gasztronómia és utoljára, de nem utolsó sorban a biztonságos közlekedés. Sokszoros a túljelentkezés. Igyekszünk olyan versenyzőket meghívni, akik ezt a, szabad azt mondom, elveket magukévá tartják, illetve egész egyszerűen támogatják, és igyekszünk természetesen politikusokat, színészeket, sportolókat, újságírókat, üzletembereket, alapvetően közéleti személyeket meghívni, de hát sajnos 100 autó a kritérium, ennél többen nem tudunk biztonsági okok miatt elindulni, és ebből vannak mindig problémái. Hivatalosan meghívásos alapon, de azért jelentkeznek, ha van egy-egy lemondás annak a helyére, nehéz szívvel szokott a szervezőbizottság dönteni, hiszen általában például megnéztem a 11. verseny után a résztvevők több mint 70%-a legalább 7, azaz 7 versenyen vett részt. Tehát valóban ez olyan, mint a Barcelona vagy a Manchester United klubtagsági vagy páholy szerzés, hogy ide is szinte kihalásos úton lehet lehetőséget, illetve indulási jogot szerezni. Igyekszünk a 22 történelmi borvidékből minden évben másfelé kalandozni, hiszen tavaly például Debrecenben voltunk, illetve Tokajba, és Miskolc-Tapolcán, majd visszafelé jöttünk le Gyöngyösön keresztül Budapestre, tehát idén 8 történelmi borvidéket látok el, és most Dunántúlra megy a karaván, jövőre valószínűleg Villány következik. Nagyon szintén nehéz helyzetben van a szervező bizottság, hiszen 23 város jelentkezett a két helyszínre. Alapvető, ha szabad azt mondanom, kikötésünk, hogy legalább, miután ugye ez a talán a véleményünk szerint a világ egyik legdemokratikusabb versenye, egy szállodában van a csapat, tehát minimum, ami a legfontosabb, legalább 120-130 szoba szükségeltetik, természetesen egyfajta autót kap mindenki, és kötelező a tegezés. Az idei versenyen 11 miniszter indul, de ők épp olyan versenyzők, mint teszem föl, nem szeretnék nevet mondani, de akár a polgármesterek, az újságírók, vagy épp az üzletemberek. Senkinek nincsenek, ha szabad ezt mondanom, kivételes jogai. Én most háziasszonyként vagyok jelen, úgyhogy nem vezetek autót, azt más vezeti, de most így éppen mitfárerként segítkeztem így az út folyamán, ami elég izgalmas történet, mert néha azért el lehet tévedni bizonyos helyeken, de egyébként van egy nagyon szép úti tervünk, úgyhogy azért lehet teljesíteni az útvonalat. Izgalmas, jók a feladatok közben, szerintem nagyon jó a társaság is. Most már úgy lassan kezdem megismerni az embereket is, mindenkit. Persze voltak már ismerősök, de akiket még nem ismertem őket is, úgyhogy nagyon szívesen nézek elébe az elkövetkezendő két napnak is. Két helyszín volt, az első az Tatabánya, ahol itt sikerült így többünknek kicsit félrenézni az úti tervet és eltévedni, illetve a másik az itt volt nem messze, hogy át kellett jönnünk egy közüzemi úton Bábolnára, és azt elég nehezen találtuk meg a főútról, de aztán mindennek jó vége lett, és ide találtunk. Tulajdonképpen a versenynek az egyik, ha szabad azt mondanom, sikere vagy dicsősége, ugye hirdetjük a környezetvédelmet, és valóban először vegyes üzemeltetés, úgynevezett bioetanol üzemanyagot használnak, és pont most tankolnak, ugye itt Bábolnán a versenyzők. Ezt a Ford új autója, ez az 1.8-as, úgymond vegyes üzemeltetésű Ford Focust kaptuk meg, kipróbálás, és én úgy gondolom, hogy ez egy óriási reklám. Egyrészt a Ford dílereknek is, illetve magának a Fordnak is. Én azt hiszem, hogy ez már valóban a 21., de inkább a 22. századnak az üzemanyaga lesz, hiszen a benzin árai lassan már valóban a égbe mennek, elég, hogyha 300 forintos literárakra gondolunk, és azért én úgy tudom, hogy ennek 188 forint
egy literre, és itt azért több mint 100 forintot spórol meg. Most azt hiszem, nem tudom egész pontosan, hiszen naponta változik, de azt hiszem, hogy közel 100 forintot, azt hiszem 275 forint mondjuk átlagosan egy liter benzin. Tehát természetesen örülök, hogy a versenyünkön próbáljuk ki. Ugyanakkor természetesen örülök annak is, hogy valóban az elvnek, a környezetvédelemnek tudunk szolgálni, és ha szabad, azt a teret és helyt adni. Hát az életem része, az autóvezetés több évtized óta, nagyon sokat vezetek, és szeretek is vezetni. Aztán még tisztelem is a történelmi borvidékeink kitűnő borait, és ez a kettő együtt elegendő volt ahhoz, hogy eljöjjek. Minden évben kaptam értesítést erről, néhány évben voltam díjkiosztó a rally után, és most úgy gondoltam, hogy ha belefér az időmbe, eljövök, és nagyon jól érzem magam. Ez egy nagy társasjáték. Van egy kis útvesztő ebbe a táblázatba, ebbe az itinerbe, mert ezek a jelek időnként félrevezetőek és kétértelműek, tehát van úgy, hogy 20 méterre van jobbra a kanyar, van úgy, hogy 120 méterre, és ez nem derül ki ezekből a segítő anyagokból, ezért mindenki össze-vissza megy, de egy idő után a dolgok a helyükre kerülnek. Volt 2-3 alkalom, amikor kitérőt tettünk, nem nagyot, aztán be tudtuk az időt hozni, de fantasztikus szép tájakon jártunk, hogy egy kifejezetten nagy élmény erdőbe, sok zöld között, kevés autós forgalommal bíró utakon autózni. Részvevői vagyunk mi is a versenynek, a Hotel Karos Spa-ból jöttünk Zalakarosról, ami ugye a holnapi állomása a versenynek, nálunk fog megszállni az egész csapat, és hát ezért veszünk részt. Néha kicsit nehezen igazodunk ki az itineren, de szerencsére mindig vannak előttünk is, mögöttünk is, meg praktikus telefonszámokat cseréltünk, úgyhogy mindig eltalálunk, ahova kell. Én a villányi borokat imádom, György Villának a Cabernet Sauvignon-ja a kedvencem, és hát... heti rendszerességgel fogyasztunk bort mind a ketten. Meg akarjuk nyerni. Ford ennek a rendezvénynek egyik fő támogatója, és ezáltal, mivel idén ebbe az irányba ment, így a Ford Top Kft. Is ennek ezen a területen támogatója. Tatabányai meg a győri telephelyünkre is be fognak jönni az autók, illetve hát Bábolnával teljesen véletlenül összekapcsolt minket a dolog, mint Magyarország első etanol E85-ös kútjával. Ölbőtől jöttünk be, és ez egy üzemi út, ami nincs rajta térképeken, sem GPS-en, sem semmilyen térképen. És hát nem vicces volt, amikor láttam azt, hogy mi bekanyarodunk jól, mindenki meg hajt tovább. Aztán néhányan azért így követtek, de majd azért egy páran szerintem itt körbejárnak a környéken. Hát gondolom, majd ott Kanizsa környéken meg nekem lesznek olyan részek, amit nem ismerek. Majd meglátjuk, de azért remélem, hogy jobban megfelelek, mint egy páran. Még nagyon keveset jártunk ezekkel az autókkal, ebben az a különlegesek ebben az üzemanyagban, hogy lényegesen olcsóbb, most úgy tudom, hogy 207-209 forint környékén van, és ez 85%-ban alkohol, amit akár Magyarországon termelhető kukoricából állítanak elő. És ebben ez a különlegesek, hogy ez egy hatalmas lehetőség a magyar mezőgazdaságnak. Mindenképp az embernek azért tetszik a versenyzés, de ez, el kell mondani, hogy ez egy olyan verseny, ahol nem az a cél, hogy ki lesz a leggyorsabb, hanem tartja be a legjobban a szabályokat. Mivel én is bábolnai vagyok, igen, ugye, mint az elején elhangzott, ugye a két gyerekemnek kijöttek és bátorítottak, úgyhogy ez most nagyon nagy erőt adott nekem. Az az igazság, hogy újoncok vagyunk, rengeteget versenyeztünk már a közutakon, de most ez egy új dolog. Én azt gondolom, hogy a közlekedési szabályokat mindig be kell tartani. Ennek a versenynek tulajdonképpen az igazi élménye, hogy olyan utakon járunk, és olyan területeket ismerünk meg nyugodtan, békésen, amiket egyébként nem szoktunk. És egyáltalán nagyon jó, hogy Magyarországot és Magyarország ilyen bortermő részeit így fel tudjuk fedezni. Én borpárti vagyok. Nagyon-nagyon szeretem a jó magyar bort, ifjúkoromban is szerettem, és már különösen a vörös borokat, a finom, adott esetben a kicsit halványabb rozékat is szívesen fogyasztom. Nagyon szeretem, itt reklámba is mondhatom, nagyon szeretem a Taklert, nagyon szeretem a Telekit, nagyon szeretem a Bokkot, természetesen nem vettem meg a Tokait se. De azt gondolom, hogy az embernek külön
előny, hogyha bizonyos kort elér, és akkor előbb-utóbb egy szívgyógyász karmaiba kerül, és az gyengérden ránéz, és azt egy pár pohár vörösbort naponta el szabad fogyasztani. És azért azóta lelkismert fudás nélkül fogyasztom azt a pár pohár vörösbort. Én nagyon élveztem. Nagyon élveztem, és Attila, ugye a főrendező a színházban, és mi nagyon jó viszonyban vagyunk, és nagyon jókat tudunk vitatkozni egymással. Tudod, hogy merre kell menni. És ez tulajdonképpen egy kiváló alkalom volt megint, hogy összevitatkozunk, hogy jobbra, balra, nem arra, arra. Túl kell, már meg kellett volna fordulni. Nem, de tanár úr, nem kellett volna. De meg kellett volna. Visszafordultunk, és kb. 8 autó visszafordult után. Úgyhogy elvittünk magunkkal autókat jobbra, balra, középre. Nagyon élvezzük, megmondom őszintén. Nagyon jó. Lelkünk mélyén biztosak vagyunk a győzelembe, és hogyha ez mégse sikerül, akkor megjutalmazzuk magunkat. Hát én annak idején már a kezdetén az első, második, harmadikon is elindultam. Mint annak idején asztali teniszező világbajnok hívott meg az Attila, Regőci Attila. Plusz hát újságíró voltam már akkor is, úgyhogy megpróbáltam segíteni neki az elsőnél, amikor még azt hiszem Dévukkal mentünk, ha jól emlékszem. Azóta is azt mondja, 12. hát több mint a felén elindultam, mert nagyon jó szórakozás. Én azt gondolom, hogy azok az emberek jönnek ide, akik szeretik az autózást, szeretnek autózni, nem versenyezni, mert azért nem, messze nem verseny, de szeretik a társaságot, nagyon szeretik, nagyon-nagyon-nagyon jó barátok vannak, és hát szeretjük a jó bort, betartjuk a szabályokat, menet közben valóban nem iszunk, hiszen szondázhatnak is, mint reszketni kell, de azért este korcsolgatjuk a szebbnél szebb és jobbnál jobb borokat. Én azt gondolom, hogy az jön ide, aki szereti a jó borokat. Itt a parlamenttől, a Kossuth térről indultunk. Én nem hiszem, talán itt azért az a mezőnyt szét fogja szórni, mert nem biztos, hogy mindenki megtalálja ezt, hogy hol lehet majd rájönni, de a Bábolnai ez a mezőgazdasági útra. De hát nekem van egy fantasztikus meetfarer, a kedvesem, úgyhogy ő megmondta, hogy na most itt kell befordulni. Én mondtam, hogy biztos, mondta, hogy igen, úgyhogy azonnal ide értünk. Én azt vettem észre, hogy az autó ugyanúgy működik, mint a sima natúr benzinekkel, és nem akarom azt mondani, hogy most én nagyon értek ehhez az egészhez, hogy most lassúbb, vagy lomhább, vagy gyorsabb. Semmi különbséget nem veszek észre, ha viszont környezetbarát, akkor csodálatos. Szervusztok, viszlát!